már novemberben bejelentett kötelező béremelés mellett a minimálbér emelkedéséből és a garantált bérminimum növekedésből fakadó bérfeszültségeket is kezelniük kell a sütőipar szereplőinek. Egy PÉK szakmunkás jelenleg havonta átlagosan 160 ezer forintot keres Magyarországon, miközben már 3000-en hiányoznak a szakmából, mivel sokan inkább külföldön helyezkednek el. Jövőre változtathat a helyzeten, hogy a PÉK szövetség kormányzati ígéretet kapott arra, hogy 2018-ban 5%-ra mérséklődhet a kenyér jelenlegi 18%-os áfája. A kenyér fogyasztói árának harmadát a liszt ára, további egyharmadát a szállítási költség és a sütéshez használt energia ára, a fennmaradó harmadot pedig az adalékanyagok ára, a munkabérköltség és a közteher együttesen adja. Az áremelés mértéke változó. Nagyon sokan vagyunk vállalkozók ebbe az iparágba. A kisebb vállalkozók, úgy mondom, a nem középkategóriások, hanem a kis vállalkozók inkább. Ezek 30%-kal is emelnek, ez a PÉK szövetségnek egy irányszáma, ami nem túlságosan helyes. Azt gondolom, ezek a béremelések általában a KKV-knak a közepeseknél olyan 10-15%-os áremelkedést indokolnak, és a mi cégünk is ebben az irányban tesz lépéseket. Az árak emelkedéséhez hozzájárul az is, hogy egészségesebb termékek jelentek meg az utóbbi időben, amelyek értékesebb anyagokból készülnek, így többe is kerülnek. A piac egyébként megosztott, nagy a verseny. Magyarországon ma nagyjából 1000 magyar pékség működik, és mintegy 700 albán.